A mostani éjszakáról nem mondhatjuk, hogy csillagfényes. Mindenütt vastag a felhőzet, párás a levegő, és gyakoriak a kötfoltok is. És ez még így lesz a következő órákban is. Köszöntöm az M1 nézőit, Molnár Csilla vagyok. Viszont egészen komoly izgalmakat tartogat a következő napok időjárása is. Markáns fronthatásra nem kell számítani, a frontok tőlünk északra haladnak el, de azért beleszólnak az időjárásunkba, úgyhogy lesz még részünk csapadékban, napsütésben, ködben, felhős időben egyaránt. De annyira ne szaladjunk előre, beszéljünk tehát az éjszaka hátralévő részéről. Mondtam, hogy gyakoriak a kötfoltok, de nem csak kötfoltok lesznek, hanem zúzmarásköd is kialakul. Az Alpok alján élők számíthatnak erre. Elsősorban Zalában lehet zúzmarásködre számítani. A hőmérséklet minimum értékei szinte mindenütt 0 fok közelében lesznek. Így viszont a csapadék ónos eső formájában is érkezhet. Ez pedig északkeleten a legesélyesebb. Borsodban van rá a legnagyobb esély. Szitálás is egyébként többfelé tarkíthat az éjszakánkat. A reggelünk is még felhős borongós lesz, napközben azonban délnyugat-nyugat felől határozottan csökken, szakadozik a felhőzet, és itt némi napsütésre is számíthatunk. És nem csak napsütés lesz az, ami jellemzi az időjárásunkat, hanem délnyugati szél is, aminek ezúttal örülhetünk, hiszen ez egy kicsit enyhébb léghullámokat szállít hozzánk. Emiatt a délnyugati tájakon 12 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. De a Kárpát-medence legnagyobb részén ennek a szélnek köszönhetően már magasabbak a hőmérséklet értékek az ilyenkor szokásosnál. A Kárpát-medence északi és keleti vonulata mentén viszont hűvös az idő, néhol csak 1-2 fok lesz még a legmelegebb percekben is. Ez viszont változik a hétvége folyamán, hiszen hétvégén már mindenütt 10 fok közelében mérhetjük a csúcsértékeket, de pár nap erejéig az éjszakáink is határozottan enyhülnek, olyannyira, hogy átmenetileg még a fagyokat is elfelejthetjük. Lesz, ahol a leghidegebb percekben csak 6-7 fok lesz a hőmérsékletérték. Ehhez azonban nem társul barátságos idő, nem lesz napközben zavartalan a napsütés. Igazából holnap már az esti órákban északnyugat felől érkezik hozzánk egy csapadéktömb. Szombaton emiatt többfelé előfordul majd eső, zápor és végig borongós borút lesz az ég felettünk. December 24-én azonban este elkezd határozottan csökkenni, szakadozni a felhőzet, úgyhogy vasárnap már több-kevesebb napsütésre is készülhetünk, és már csak néhol fordul elő csapadék. Ettől függetlenül azonban a jövő hetünk is egészen szeszélyes lesz, és akkor már az északnyugati szél fog fújni, úgyhogy szépen lassan újra csökken majd a hőmérséklet, mondhatjuk, hogy minden visszatér a normál kerékvágásba. Talán rémlik a fizika órákról Kepler és az ő törvényei. Az első törvény kimondja, hogy a Föld ellipszis alakú pályán kering, amelynek egyik gyújtópontjában a nap áll. Az ellipszis alakú pálya miatt a napföld távolság az év során mintegy 5 millió kilométert ingadozik, és a Föld pálya napközeli pontja a perihélium. Itt december 22-én tartózkodik a Föld. A napföld távolság perihéliumban 147,1 millió kilométer. A Föld a naphoz közelebb gyorsabban, a naptól távolabb lassabban halad a pályáján. Ez Kepler második törvénye. Ha van időnk jobban belegondolni és elképzelni mindezt, akkor rádöbbenhetünk, hogy a meteorológia mellett a csillagászat is egy csodálatos tudomány. Én pedig ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!